Az egyetemi fűvészkert nem csak a botanikus hallgatók gyakorlati terepe, hanem egy napközbeni séta, kellemes kikapcsolódás helyszíne is lehet. Nagyobb felújítás az utóbbi évtizedekben nem történt egészen mostanáig. Pályázati pénzből megszépült néhány üvegház, és kialakítottak egy külön kísérleti állomást is. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje nem csak az oktató munka szempontjából jelentős, de ismeretterjesztő feladatot is ellát, meg kell teremtenie a pihenés és kikapcsolódás feltételeit, valamint fontos szerepet tölt be a növényi sokféleség megőrzésében. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrális háttérrel kell rendelkeznie. A fűvészkert sikeres pályázatának köszönhetően 170 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Ez egy környezet és energia operatív programnak egy konstrukciója, amit kifejezetten gyűjteményes kerteknek és kastélykerteknek írtak ki abból a célból, hogy infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre. Ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt 30 évben semmi hasonló forrás nem volt, és már az összedőlés, szó szerint az összedőlés szélén álltak a fűvészkertek épületei, nem csak itt Szegeden, de szerte az országban. A pályázati összegből három beruházási elem kivitelezése valósult meg. Az első az rögtön a fűvészkert főbejáratánál a Fitotron épülete. A Fitotron épületének a felújításával új növénynevelő, úgynevezett fénykamrákat kaptunk, ahol a nemzetközi magcseréből származó magjainkat, illetve az általunk begyűjtött növénymagokat tudjuk szaporítani. Ezzel gyakorlatilag az első lépését a növénynevelésnek meg tudjuk kontrollált körülmények között oldani. A második az a hollandi háznak az újjáépítése, ez egy teljesen új épület, egy háromhajós épület. Mi most elsősorban a tartós szegfű szaporítására használjuk ezt az épületet, épp ebben a pillanatban 7500 tartós szegfű egyed van az egyik hajóban, amelyek majd később kiültetésre várnak. A harmadik pedig egy külső helyszín, mégpedig a csatornáink, a Lótuszos tó, illetve a fűvészkert hátsó területén lévő vízes élőhelynek a rekonstrukciója. Salome dancing on my wall, in the shadows on the floor, looks so warm from here. I've seen it all before, just one little lie, but the difference is this, it meant the world to me. Tervek azok vannak, de még egy kicsit távoliak, hiszen itt a fűvészkert 9 épületéből 2-nek a fűtését és az energetikáját tudtuk korszerűsíteni. Azonban vannak a többi épületeink, amelyek meglehetősen rossz állapotban vannak, diledeznek, néhol a tető is lukas az üvegházba, tehát szó szerint az eget fűtjük, és nagyon szeretném a fűvészkert energiafelhasználását a feladatokhoz optimalizálni, és ehhez a megújuló energiát is felhasználni. Felújított környezet nem csak a növényeknek, de az állatvilágnak is jobb körülményeket biztosít. A fűvészkert különösen büszke a mocsári teknős populációra és a fehér gólyapárra, akik már évek óta sikerrel költenek a területen.